Ismét súlyosan jogsértő higiéniai körülményekkel szembesültek a Nébih ellenőrei, amikor a hivatal központi vágóhíd ellenőrzés sorozatának részeként ellenőrzést tartottak egy albertisai sertésvágóhídon. Már az üzem udvari részén akadtak hiányosságok. A jelöletlen élelmiszerek mellett olyan jelölt tételeket tartottak itt, melyek címkéjük szerint 0 és 6 fok közötti hőmérsékleten tárolandók. Az ellenőrök üzemszerte takarítatlanságot és koszt tapasztaltak. A padozat, a mennyezet, az oldalfal, valamint a magas pálya, az egység több helyiségében koszos, rozsdás volt, több helyen pergett a festés. A higiénikus kézmosás feltételei sem voltak mindenhol adottak, és volt olyan kézmosó, ahol még meleg víz sem volt. Akadt helyiség, ahol a kézmosók közül többet nem kötöttek be megfelelően, így a szennyvíz a padozatra folyt. A béltisztításra használt helyiségben található munkaasztal lefolyójának bekötése szintén hiányos volt, a szennyezett víz a padlóra folyt. A vágóhíd szennyes övezetében a pályára emelő horgokat az egyik kommunális hulladéktároló kukán helyezték el. A testhasító fűrész fertőtlenítésére használt berendezés belső felülete is koszos volt. A Nébih a súlyos élelmiszer higiéniai és biztonsági problémák miatt az ellenőrzéskor azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem tevékenységét. A helyszínen fellelt több mint 12 tonna jelöletlen, nem nyomon követhető élelmiszernek pedig megtiltotta a forgalomba hozatalát, és haladéktalanul elrendelte a forgalomból történő kivonását. Az ügyben az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.